Megújul az Egyesületek háza. A több mint 300 milliós város rehabilitációs projekt részeként felújítják az FVSC pályán található sportöltözőket is. A munkálatok megkezdődtek, az épületet szigetelik majd, kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a vízhálózatot és a központi fűtést is. A 2014-es projekt keretében Felsőzsolc a 301 milliós városfejlesztési projektet nyert, aminek a része, amit itt látunk a sportpályán, a sportöltöző felújítása. Sikerült a városrehabilitációs tervbe beletenni polgármester úr segítségével a sportöltöző és az egész épületkomplexum felújítását. Itt ajtó, ablakcsere, tetőcsere, a víz és a központi fűtés is felújításra kerül, illetve az egész épület szigetelése meg fog történni. Tehát egy teljesen új, normál környezetben 21. századnak megfelelő sportöltöző, sportkomplexum kerül kialakításra. További terv egy közösségi tér kialakítása a sportpályán, aminek alapkőletétele még szeptemberben várható. Amit vállalunk a következő időszakra, itt a sportpályán egy közösségi fillagória építésére, itt a előttünk lévő területen, amelynek az alapkő letételét 28-án fogjuk megtenni.